életünkben hagyomány, több mint 2000 éves múltra tekint vissza a gyertya használata. Ősidők óta ismert, és meg is maradt ez a szép hagyomány, családi ünnepeken, születésnaptól kezdve a karácsony, advent, várakozás időszakában egyszerű vacsorák, gyertyafényes vacsorákon keresztül végig húzódik, de nagyon veszélyes a gyertyát, főleg őrizetlenül ott hagyni, és ezt a gyerekeknek mindenképpen ugye nyomatékosan ismertetni kell, fel kell hívni a figyelmet a gyertya veszélyére, mert akár lakástüzet is okozhat. Meggyújtok egy gyertyát, ami színes, aromásították, most már nem fagyúgyertyákat használnak, mint valamikor, ha kellemetlen szagú fagyúgyertyák, hanem viaszgyertyákat, illetve parafingyertyákat, színhidrogénduláló, egyszerű gyertya és éghető anyag, tehát csonkig égnek, végig ég, viszont az égésének megvannak a feltételei. És a gyerekektől ugye meg lehet kérdezni, milyen a láng alakja, milyen a láng színe, milyen részekre tagolható, és mi történik akkor, hogyha ráteszünk egy száraz üvegbúrát, főzőpoharat. Gyertyaoltásnak megfelelő. Ugye? Nincs az égésnek az alapvető feltétele, a tiszta levegő. Gyerekek mondják, nem csak a tiszta levegőt, már meglepő módon a kis elsősök is. Oxigén nincs a gyertya égéséhez, megszűnik, és akkor az égés is, a gyertya elalszik, az égés feltétele megszűnik. Ugyanakkor korom is kiválik a üvegedény aljára, ami a lábbal érintkezett, ez pedig a tökéletlen égésnek ugye a terméke. Tehát gyertyagyújtás, gyertyaoltás már kicsit gyerekeknek bemutatható. És a veszélye is mindenféleképpen emlékeztessük rá őket, hogy veszélyes, felügyeletékül sose vagyunk gyertyát, mert az égés átterjedhet már közelében lévő éghető anyagra. Víz mindig legyen a közelben a gyertyaoltás égés megfékezésére. Tehát ez az egyszerű kísérlet, gyertyagyújtás, gyertyaoltás.